Üdvözlök mindenkit, Kobra Gorgon vagyok, és most megmutatom, hogy a Mountain Blade-ben hogy lehet ultimate karaktert csinálni. Tehát, hogy szinte végtelen erő, meg végtelen leadership, meg ilyenek. Kezdjünk egy új játékot, válasszunk ki magunknak mindenféle izért. Válasszunk zászlót, igen. Realisztikus, írjunk be egy nevet. Hát is mindegy. És ezeket csak így random ráigassuk be. Majd ezeket fogjuk itt átkonfigurálni. Na kész. Csináljunk egy véletlenszerű karaktert. Jó lesz ez. Kezdjünk szaradni szultánságba. Na menjünk. Ugye ezt kötelező végigcsinálni, ez a tutoriál. Megkezdés barátunk így. Ajaj. Na, meghat. Ügyesek vagyunk, fel tudunk venni ilyen kezet, ami nem tudom mire jó. Belülnézetben viccesen néz ki, na mindegy. Oké, beszélgessünk ezzel a rohadékkal, hogy ezt kötelező mit csinálni. Na, és most jön a lényeg. Van itt alul egy olyan gombocska, hogy statiszti, ja, nem az, amit van. Pont kitakarja a videó fel, na mindegy, reméljük arra, hogy karakter. Itt látod, hogy a karakterünket, fejlesztéseinket, stb. És itt alul, itt van az, hogy statisztikák. Erre rákattintunk, és van itt egy olyan, hogy exportálás. Erre rákattintunk, oké, letesszük tálcára a játékunkat, és megnyitjuk a dokumentumok mappát. Hol is van? Számítógép. Dokumentumok. Itt kell egy olyat keresni, a Mountain Blade Warband. Erre rákattintunk. Characters. És itt van az mi emberünk. Vagyis a neve. Itt látjátok, nekem mások van. Na, ezt megnyitjuk. Ez egy TXT file. És itt láthatjuk, hogy mi a neve. Tehát mit tudom, én ezt most átírom. Kobrára. XP-je, ennyi. Pénze, legyen mondjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legyen mondjuk ez. Oké. Ez is legyen sok. Ez az erő. Ez a stabilitás vagy pontosság, ez az intelligencia, ez a karizma, ez fontos. Na és most jön a lényeg. Ide maximum 10, nem ide, ezekhez a számokhoz bármennyit beírhatok. Ezért 20 alatt legyen. Ide viszont nem ezekbe a reserve skillekbe nem szabad 10-nél többet tenni. Tehát ezt nem szabad csinálni. Különben über sebességre felgyorsul a karakterünk, és olyan gyorsan kezd el futni, hogy kiszalad a pályába. Tehát szó szerint nyomsz egy gombat, és már elrepült a francba, hogyha ló nélkül van. Na hát ezt nem szabad csinálni most véletlenül. Ugye ezeket itt végig csináljuk. Úgy milyen érdekes, hogy ezt a játék legalizálja. Ezt a fajta csalást, úgymond. Itt beállíthatjuk, hogy milyen erőset dobjon, meg ilyenek. Milyen... Most ide kipróbálom, hogy ennyire elfogad-e valamit. Ugye ezeket itt így. Na és ide bármennyit, akármennyit akartok, beírhattok. Most én végig egyeseket nyomogatok, már azon van az ujjam. És vége. Exit. Mentés. És most léphetünk vissza a játékunkba. Miután visszaléptünk a játékba, nem kell más csinálni, csak reméljük, hogy karakter importálása. Biztosan igen, szeretném importálni, oké. Visszalépünk és hopp, mindenünk maximális. Az erőnk minden maximális. Minden szuper jó, át is nevezte nekünk. Szuper, na hát próbáljuk is ki magunkat. Mondjuk itt van ez a hat bandita. Surrender or die.
Ja, most belül nézetben vagyok valamilyen. Na igen, ez az élet, ez nem tudom, hogy miért ennyi. Nyomtok egy Ctrl H-t és akkor egyből fölugrik maximumra. Na, mire odaérek, basszus. Nézzük az a pontosság. Hát a pontosság maximális. Jól elbasztam. Találtam. Na hát, egy csavásból lövünk mindenki. Szuperek vagyunk. Megint itt a kezes cimbora. Kettes szintre lépte. Szuper, ennyi az egész. Ha látjátok pénzemet, ugye megtartottam minden. És most mutatok valami mást is. Na, miután jól felpáncéloztam magamat és a lovamat nem tudom hol hagytam. Mutatom nektek azt a modot, ami nekem van, ez a gore vagy diszement mod, már nem tudom mi a neve. Ez annyira jó, hogy a több vér van, meg le lehet fejezni az embereket. Ennyi az egész. Mindjárt meg is mutatom. Majd ide jöttek. És ha jól találod el az embert, akkor le lehet fejezni. És lendületet kell vinni. Na, ott levágtam a kezét. Valamiért nem sikerül lefejeznem. Szaggat is, mint állat. Na, ez sikerült. Szóval, hogy a kard végével kell eltalálni, és akkor egyből össze. Na, ez a vicces, hogy ilyen kis szabjákkal is lehet. Gyere csak ide. That's you. Látja, de ennyi is. Még egy kis modell is van, tök jó. Ez nem pont olyan, de milyen jó már. Annyi a gáz vele, ezzel a moddal, hogy vannak ugye a lordok. Hiába ölöd meg ezzel, hogy levágod a fejét, attól még ugyanúgy nem fogod tudni véglegesen megölni. Tehát sajnos ez a gáz vele. A kedvencem ez a dagat. Ennek lett levágva a keze. És ott integet. Na mindegy, szóval ennyi lett volna. Hogyha valaki kell a mod, akkor leteszem a leírásba. Na, mindegy, szavaztok.